Közérdekű adatigényléssel fordult a kormányhoz az MSZP európai parlamenti képviselője annak érdekében, hogy megtudja, mekkora összegben és milyen célokra igényelt forrást az Orbán kormány az újonnan megnyíló munkahely megmentő uniós támogatásból. Vendégünk Újhelyi István. Egy kicsikét a következő műsorunkat, a Csat című politikai vitaműsort is beharangozom azzal, amivel most kezdem Újhelyi Istvánnal a beszélgetést. Jó estét kívánok! Mert hogy van egy egészen friss hírünk, amivel én hosszan szeretnék majd a csatban foglalkozni, remélem, hogy a vendégek partnerek lesznek ebben. Az a hír, hogy Brüsszel jelentős módosításokat kér a magyarországi közbeszerzési törvényekben, és konkrét változásokat kérnek a magyar kormánytól, mondván, hogy átláthatósági és hozzáférhetőségi problémáik vannak a közbeszerzésekkel, nem elegendő a verseny, fűzik hozzá. Ez egy Reuters jelentés, tehát még azt sem lehet mondani, hogy valamely magyarországi forrás állítja ezt. Ez kiszivárogtatta a bizottság most a mai nap folyamán ezt a levelezést a magyar kormánnyal, mert hogy mi holnap tulajdonképpen majdnem minden a stúdióból megyek a reptérre, azért alszom közte egyet, mert szavazunk szerdán erről a rendeletről, tehát ennek a bizonyos 6200 milliárd eurós óriási európai újjáépítési alapnak a rendeletét fogjuk szerdán megszavazni, amelyben benne van az a tétel, hogy az Európai Bizottság bizony feltételeket fog szabni ennek a pénznek a kifizetéséhez, és hát emlékszik szerkesztő úr, hogy mekkora vitáink voltak, nem önnel, hanem a fideszes képviselőkkel a jogállamisági vizsgálat kapcsán és az új mechanizmus kapcsán. Itt az első példája, a bizottság most megüzente és meg is írta a magyar kormánynak, nincs pénz, hogyha egyébként a politika, és az is benne van a cikkbe, vagy a levélbe, hogy a politika legfelsőbb körei nem érdekeltek az átlátható szabályok megteremtéséhez. Van itt más is, konkrét számokkal is szolgálnak. Magyarországnak ugye jutna 6,3 milliárd euró a helyreállítási alapból, ez irgalmatlan pénz, azt tessék szíveskedni, 360 hát 2300 milliárd forint. Na most ehhez képest van egy kis probléma, az Olaf tavalyi jelentése szerint Magyarországon 2015 és 2019 között az uniós források csaknem 4%-át szabálytalanul költötték el, ez az uniós átlaghoz képest döbbenetes, mert 0,36, tehát több mint 10-szeresével több a probléma Magyarországon, mint az Unióban és, általában. És az Európai Unió történetének legdurvább ilyen adata az, amit produkált a magyar kormány. Ez azt jelenti, hogy a néző pontosan tisztában legyen vele, hogy ez szabálytalan pénzköltésnek veszi az Európai Unió, tehát nem fizeti ki ezeket a pénzeket, és ezért ön, a tévénéző és én, mint adófizetők, mi fizetjük ki az Európai Unió helyet, csak erről nem számol be a kormányzat. Papírjuk van róla, hogy korruptak. Az új rendszerben sokkal szigorú feltételekkel fogja osztani az Európai Unió a pénzt, ezen küzdünk. Tehát nem jött be Orbán Viktornak az a reménye, hogy a tavalyi évvégi vitával, hogy majd nem szavaz meg, bojkottál meg, megfúrja meg, hát emlékszünk rá, a lengyel miniszterelnökkel közösen küzdöttek az Unióban valamiért, annak reményében, hogy ez a mechanizmus ez nem indul el. Ez elindult? Elindult a mechanizmus január 1-ével, és most ez egy konkrét rendeleti formában. Ennek a pénzösszegnek a kiutalásának is feltétele lesz. Én nyilván támogatom, a fideszesek utálni fogják, de hát ez jól mutatja, hogy ki az, aki valós magyar problémákra akarja a pénzt költeni, és ki az, aki a saját oligarcháira. Itt egyetlen mondatot megjegyzek még, hogy ez az a probléma, ami miatt most verem egy néhány hete a tantamot, hogy a magyar kormánynak az is kötelezettsége, ebben a rendeletben mi most feketén-fehéren leírjuk, hogy egyeztetést kell folytasson a társadalmi partnerekkel, önkormányzatokkal és szakszervezetekkel másokkal, a magyar kormány pedig eldugta a maga újjáépítési tervét a pályázatok címszó alatt egy kormányzati honlapra, semmilyen egyeztetés nem folyt, ez is törvénytelen, ennek is neki fogok menni. Meg hát azt kéri, az egyetemek hogy... kérdés, ami majd következő beszélgetés lesz. Majd mindjárt Ligeti Tamással arról is beszélgetünk. Azt kéri, hogy a kormány mondja, Ligeti Miklóssal, bocsánat. Szóval azt kéri, hogy a kormány mondja meg, hogy mennyi pénzt igényel az újonnan megnyíló munkahely megmentő uniós keretből, és azt mire költi. Ez nem nyilvános adat egyelőre? Nem nyilvános adat. Ugye befutott a 110 milliárd forint múlt héten. Ez egy korábbi, a tavaszi
költéseinknek egy utolagos elszámolása. Nekem Dajs Tamással itt a stúdióban is volt erről nagy vitám, mert hogy a magyar kormány elbaltázta ezt a pályázatot, Csehország 2 milliárd eurót kapott, mi csak 504 milliót. Sokkal kevesebbet, pedig többet akartunk volna. És nagy nehezen kikértem azt a 15 célcsoportot, amire költötte ezt a 110 milliárd forintot a magyar kormány. Ebben ilyenek vannak benne, mint a kata elengedés. Azt nem mondták a katásoknak, hogy egyébként az, hogy elengedték tavasszal az adóbefizetést, azt az Európai Unió fizeti nekünk. Vagy van benne egy kitétel, az állami tisztviselők különleges személyi egészségügyi védelmének ellátása. Ez hol tartozik bele a nemzetstratégiai kérdések közé, és ezért követelem most azt, de milyen formája volt annak, azt lehet tudni például? Nem tudjuk, mert ezt nem adták még ki. Maszkot kaptak az állami tisztségviselők? Az egy külön kategória a 15-ből, hogy a maszkbeszerzés és sok minden más is, azt is egészségügyi dolgozóknak. Az MSZP követelése volt nyáron, ez az 500 000 forintos rendkívüli támogatás, jutalom az egészségügyi dolgozóknak, azt is elszámolták ebbe az összegbe. De maradt pénz ebből a 100 milliárd eurós keretből, amiből mi 504-et kaptunk meg millióban, ezért én most lekiártam decemberben a megfelelő biztosnál, hogy a megmaradt 9,7 milliárd euróra újra pályázhasson Magyarország. Ez a kormány dolga lett volna, de én végeztem el ezt a munkát helyettük, és most be kéne nyújtani egy újabb pályázatot, mert hogy azt is sikerült elintézni a szakbizottság tagjaként, hogy a turizmus, kulturális ipar, a színészek, a vendéglátósok, mindenki, aki most a szolgáltatói szektorban, de egy taxis, aki önfoglalkoztató, ők is kapjanak bértámogatást az Európai Uniós alapból. Csak pályázni kellene, de a magyar kormány a füle botját. De ezt a 9,7 milliárd eurót ezt nem Magyarország kaphatja, hanem az uniós tagállamok kaphatják a maradvány alapból. De sokan nem pályáznak rá, hiszen nálunk többszörösét nyerték, Románia 4 milliárd eurót, Horvátország 1 milliárd eurót. Hát a vendéglátósok vagy a művészvilág, csak most ennél a két példánál maradjunk, szerintem összetett ki ezzel reménykedni abban, hogy valami támogatást kap. Konkrétan 1 milliárd euróra tettem javaslatot, hogy ennyit pályázzon meg Magyarország, és onnantól kezdve visszamenőleg is a rendelet értelmében, és a következő hónapokra is a teljes szakmát, 5-600 ezer ember, hogyha teljes kulturális szolgáltató, vendéglátó turisztikai part nézzük, bértámogatást kaphat, uniós támogatást. Na végezetül kibékült Fekete Győr Andrással? Ugye volt egy kis csetepaté a Facebookon önök között. Szerintem elrendeztük ezt a dolgot, Andrásnak is meg kell tanulni, hogy egymás segítjük egymás munkáját, és nem lebecsüljük a másiknak a teljesítményét. Én soha nem hallgattam el, hogy ha Momentumnak jó ötletei vannak, nem baj, hogyha ebbe a stúdióba ő se teszi. Cseh Katka egészen más színvonalon posztolt valamelyik nap, egyébként az EP képviselőkkel ragyogon. Hát én úgy érzem, hogy nincs teljes béke, de haladunk valamerre. Köszönöm szépen. Lelkemben béke van, és dolgozunk tovább. Köszönöm szépen a lehetőséget.